Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Ugye ezt most itt egy költői kérdés, de szeretném, hogyha valamilyen fórumon tájékoztatná a magyar közvéleményt arra, hogy milyenképpen fordulhat elő az, hogy Észak-Macedóniába nagyszámú védőfelszerelést szállít a magyar kormány úgy, hogy a magyar önkormányzatok még nem kaptak ilyen jellegű védőfelszerelést, és nagyon sok tekintetben a magyar lakosság is nehezen jut hozzá ezt. Tehát erre valamiféle tájékoztatás, magyarázatot szeretnénk kérni. Továbbá, ha felmerült itt képviselőtársam részéről, hogy ha már mindent Kínába gyártanak, ugye több képviselőtársam is elmondta ezt, én szeretettel meghívom miniszter urat a holnapi vitára, hogy a holnap tárgyalunk arról, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésről, ez ugye hosszas időtávon egy 1000 milliárdot is elérhető beruházás lesz, ami a magyar nemzeti érdekek oldaláról semmilyen módon nem igazolható, és nem is próbálta meg ezt a kormány igazolni, és most éppen arra készülnek, hogy titkosítják ennek a megalapozó dokumentumot és a szerződéseit. Ugye most nem tud válaszolni miniszter úr, én nagyon remélem, hogy a holnapi vitában itt lesz, és elmagyarázza azt, hogy egy rendkívül mély példátlan gazdasági válság előtt állunk, és most önök az idejében 60 milliárdot és összességében pedig 1000 milliárd forintot kívánnak elkölteni a magyar adófizetők pénzéből egy olyan vasútvonal fejlesztésre, ami alapvetően a kínai tömegtermékek szállítását szolgálja, amikor látjuk azt, hogy egészen más módon fog működni a világgazdaság, és sokkal inkább arra kell, hogy figyelmet fektetünk, hogy a legfontosabb eszközöket, termékeket, stb. Hazai körülmények között tudjuk legyártani. És még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, ha itt van miniszter úr. Ugye hallottuk azt, hogy Romániában milyen folyamatok vannak, ugye a járvány idején nem tájékoztatják magyar nyelven a lakosságot. És az Európa Tanács úgy tudom, hogy ezzel kapcsolatban egy nagyon kemény kritikát is megfogalmazott. Tehát konkrétan a román stratégiai és kommunikációs csoport nem ad ki magyar nyelvű tájékoztatást. Az egészségügyi minisztérium nem ad magyar nyelvű információt a vírussal kapcsolatban, a védekezéssel és az ottani jogszabályokkal, korlátozásokkal kapcsolatban sem. A tanügyminisztérium nem teremtette meg a kisebbségi nyelven, a magyar nyelven az online oktatás lehetőségét, ezt pedagógusoknak, önkormányzatoknak kellett megteremteni. Ez nyilván a védekezés szempontjából is egy óriási hiányosság, és ott a magyar nyelvű lakosság esetleg nem jut hozzá olyan alapvető információkhoz, hogy milyen korlátozó intézkedések vannak. Ezért kérjük a magyar kormányt, hogy ezügyben tegyen nagyon határozott intézkedéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fox.